Minden olyan búvár, aki a mélybe indul, legyen az akár profi merülő, számolnia kell az ismeretlen veszélyekkel. Fontos ismerni a saját határainkat, elfogadni a hozzáértők tanácsait, és betartani a szabályokat. Floridában járunk, ahol a Vortex Springs nevű kempingező és búvárpark található. Ez az állam legnagyobb ilyen célból működtetett parkja. Itt tapasztalt és kezdő búvárok egyaránt kedvükre merülhetnek a megfelelő felszerelések segítségével. Ugyanakkor vannak meglehetősen veszélyes részek is, ahová kizárólag búvár bizonyítvánnyal rendelkezőket engednek be, és őket is csak a személyzet kíséretében. A mélyben található barlangok elé víz alatti kapukat húztak fel, amiket szintén csak a személyzet nyithat ki. Ahogy mondtam is, ezek a barlangok nagyon veszélyesek. Az 1990-es évek elején 13 búvár halt meg a felfedezések során. Az oda merészkedőknek a szokásos problémák mellett a zárt térben való mozgás, az eltévedés, a kihűlés és a szűk járatukban való mozgás veszélyeivel is szembe kell néznie. 2010-ben egy férfi, Ben McDaniel édesvízi búvárkodás közben tűnt el. A kiterjedt és költséges kutatási erőfeszítések ellenére az akkor 30 éves férfiról csak nagyon vázatos nyomok maradtak meg. De ki is volt ő pontosan? Ben volt a legidősebb gyerek a Shelby és Patty McDaniel által született három testvér közül. Az élete pedig fiatalkora ellenére nem mondható problémamentesnek. Túlélt egy sikertelen házasságot és egy csődbe ment építőipari céget, ami miatt kis hián depressziós lett. Emellett tetemes adó tartozása is keletkezett, ami nagyjából 50 ezer dollárra rúgott. És ha ez nem lenne elég, még mindig mélyen érintette öccse, Paul agyvérzés következtében 2008-ban bekövetkezett halála. Amikor hazatért szülei Memphisben lévő külvárosi otthonába, Ben elfogadta az ajánlatukat. Azt tanácsolták neki, hogy vegyen ki egy kis szabadságot és töltse azt a Florida állambeli Santa Rosa Beach-en, ahol a család tengerparti nyaralója volt. Ez kiváló ötletnek bizonyult, amely igazán jótékonyan hatott rá. Fokozatosan kezdett visszatérni a normál kerékvágásba, amihez nagyban hozzájárult az is, hogy újra felfedezte egyik gyerekkori szenvedélyét, a búvárkodást. Hamarosan pedig törzsvendégévé vált a Vortex Springsnek, a kezdetekben már említett híres búvár létesítménynek. 2010. augusztus 18-a tipikus forró nyári nap volt a régióban. Este 7:30 körül két másik búvár látta McDanielt a Springsbe ereszkedni. Feltehetően egy barlang felé vette az irányt, amely a búvárok közkedvelt helyszíne az általa kínált kihívások miatt. A barlangnak jól kiérdemelt hírneve volt rendkívüli jellege miatt. Olyannyira, hogy az állam az 1990-es években 13 itt történt haláleset után tanakodott a betiltásáról. Megoldásként a park tulajdonosa egy táblát helyeztetett el a hűtlennek elnevezett barlang bejáratánál, ami figyelmeztette, jobb esetben pedig elriasztotta az arra merülőket. Egy másik, a problémát megoldó eszköz, azaz egy zárt kapu is került a barlang elé, ami mintegy 300 lábbal bejebb került, mint ahol ez a tábla található. A dive shopnak volt kulcsa a kapu kinyitásához, de csak minősített barlangi búvároknak biztosították, meg Daniel számára azonban nem. McDaniel jelenléte mindennapossá vált a létesítményben. Tehát a két búvár, akik egyébként a személyzethez tartoztak, felismerték őt, amikor elkezdett merülni. Az egyik búvár követte a barlanghoz, majd annak ellenére, hogy Ben nem volt jogosult rá, mégis kinyitotta neki a kaput, majd ott hagyta a férfit. Ő az utolsó ismert személy, aki látta Ben McDanielt. Csupán két nappal később értesítették a Holmes megyei sheriff osztályát, amikor észrevették, hogy McDaniel teherautója még mindig a parkolóban áll. Átkutatták az autót, azonban semmi más nem találtak, csak a kulcsait, a pénztárcáját, amelyben 700 dollár volt, és a telefonját. A hír ezután gyorsan terjedt, és megkezdődött a részletes keresés. A McDaniel családdal is felvették a kapcsolatot.
A következő három napban önkéntes búvárok és keresőkutyák kutatták a barlangot és a környező mocsaras területeket. Az egyetlen talált bizonyíték a barlang bejáratánál felfedezett két dekompressziós tartály volt. Rövid időn belül megérkeztek a hivatásos vízimentők is. Azonban 36 napos kimerítő keresés után sem volt pozitív eredmény. A család jókora jutalmat ajánlott fel annak, aki segít megtalálni bent. Ám amikor egy extrémen motivált, nyomokat kereső búvár csapdába esett és meghalt a barlangban, nagy felháborodást keltett a búvár közösségben, azt állítva, hogy a jutalom túl nagy kísértéssé vált. Ez pedig nem csak a búvárok biztonságát veszélyeztette, hanem a későbbi mentési munkákat is. A jutalmat ezután visszavonták. Az elkövetkező évek során született néhány lehetséges forgatókönyv a megoldásra. Az emberek egy része gyilkosságot sejt a háttérben, nem tudni, hogy ki a gyanúsított, vagy mi az indíték, de szóba jött a lehetséges megoldásként. Minden esetre kicsit megalapozatlan a feltételezés. A rossz nyelvek szerint McDaniel saját eltűnését rendezte meg, hogy megszabaduljon anyagi terheitől. Ennek egyébként lenne is értelme, de a családja és ismerősei szerint lehetetlennek tartják ezt az elképzelést. És vannak, akik úgy gondolják, hogy csapdába esett és megfulladt. Végül felfalták a víziragadozók. Egyébként ez a legvalószínűbb verzió mind közül. A válasz eddig azonban egy kérdőjel csupán. Ennyi év után nem valószínű, hogy tragikus történetére valaha is végleg fény derül. A neve pedig felkerült a megmagyarázhatatlan eltűnések hosszú listájára, amelyek továbbra is zavarba ejtik az emberek képzeletét.